Egyszer aztán mégis felszedtem egy közepes árfekvésű utcalányt Pesten. A legjobb meggyőződésem ellenére, ám bár az esetből később azt a tanulságot vontam le, hogy nincs meggyőződésem, mert ha a legjobb meggyőződésem ennyit ér, akkor mennyit ér a rosszabb? A dologban, hogy ilyen könnyen megadtam magam, az is közrejátszott, hogy a lány lélegzett elállítóan fiatal volt, meglehetősen szép arcú és karcsú, és olyan rajtaütésszerűen ajánlkozott fel, hogy mire elutasítottam volna, már egy taxiban ültünk. A lány bizonyára kezdő volt még, a modora, ahogy odalépett hozzám és megszólított, mint egy őrmesteré. És én, mint egy kis katona, rögtön haptákba vágtam magam. A lány arca nem árult el se nagy okosságot, se nagy butaságot. Inkább fegyelmezettséget és valami belső feszültséget, s ahogy előrehajolva a taxi hátsó üléséről utasítgatta az idős taxisofőrt, valami nagy-nagy felelősségérzést és kötelességtudatot is, még ha abszurdnak tűnik is ez a kifejezés az adott összefüggésben. Ráfordulva a Váci útra megpróbáltam beszélgetést kezdeményezni vele. Hogy hívnak? Kérdeztem. Violának. Engem Ákosnak, mondtam, mire a lány azt felelte. Nem érdekel, hogy hogy hívnak. Négy lány az öreg sarokház omladozó falához lapulva, izgatottan tanácskozott. Suttogóra fogták a hangjukat, noha az utca elhagyatott volt, talán még a patkányok is elköltöztek belőle. Tele van a ház zsarukkal, mondta az egyik újonnan érkezett lány, a Lacit keresik megint. Még egy darabig a sarkon tébláboltunk, aztán az irányt a sötét utca belsejébe vettük. Négy bűbályos árnyék, együtt sem lehettek 100 évesek. Én pedig megadtam magamat a sorsomnak, ha leütnek, leütnek, ha kifosztanak, hát kifosztanak. A lányok mentek elől, és én egy-két lépésről követtem őket, mint a háremet terelném hazafelé. Jó mélyen az utca belsejében jobbra fordultunk, és a lányok még mindig a Lacit sajnálták, aki csak 2 hete jött ki a sitről, és tessék. Mire a lakótömböt megkerültük, Laci is rendőrkézre került. A lányok szitták a zsarukat, de inkább csak rutinból látszott rajtuk, hogy sajnálat ide vagy oda, megkönnyebbültek. Egyszer csak azt vettem észre, hogy a többi lány visszavonult az éjszakába, s Viola megragadja a csuklómat, és szélsebesen kivágtat velem a főútra. Itt a kocsma mellett besurrantunk egy folyosóra, amelynek a nedvességtől és a kosztól csipkésre málott már a vakolata, s mint valami cseppkő barlang ásítozott az időtlenségben és enyészedben. Szobakonyhás lakásba jutottunk, amelynek egyetlen ablaka az udvar felől kapta a fényt. Napközben is alig ha többet, mint egy börtöncella, most pedig szinte semmit. A lány azonban égve hagyta a villanyt a konyhában, s az ajtó üvegén beszüremlő gyönge fényben, ha csak egy kicsit is, de láttuk egymást. Viola tüstént vetkőzni kezdett, sebesen és kapkodva, mintha attól félne, hogy a rendőrök visszatérnek, vagy inkább mert kezdő volt, és szeretett volna mielőbb túl lenni a dolgon. Óvszert nyomott a kezembe, rajtam azonban egészen váratlanul valami ostoba szentimentalizmus tört ki. Épp a legkényesebb pillanatban, amikor az óvszert készültem felhúzni, és még azt sem tudtam megállapítani, kit sajnáljak valójában, magamat-e vagy a lányt, aki így, fedetlen testtel, megdömbentően fiatal volt és szép. Megpróbáltam szóra bírni. Az Istenit, vágott a szavamba a lány. Most beszélgetni akarsz, vagy dugni? Nem, nem. Hagyjuk a francba az egészet. A lány ebbe készséggel beleegyezett. A félreértések elkerülése véget azonban sietett leszögezni. De akkor is fizetsz. Hát persze, mondtam. Akkor fizess. A félhomályban leszámoltam a pénzt az asztalra. 20 vagy 30 forint hiányzott az 1000-hez, most azonban Viola mutatta meg, hogy ő is nagy stílű. Nem baj, kifizetted a taxit, mondta. Így hát kvittek voltunk, és megbocsátottunk egymásnak. Aztán gyalog elindultam a városba, és a Nyugatinál felszálltam egy villamosra. Később egy hosszabb utcakaszt megint gyalog tettem meg, s úgy éreztem, hogy a város utcáin átvonuló éjszaka és a névtelenség áramlása hajt, de nem abba az irányba, ahol a szállásom van. Valami térre jutottam ki, és mivel az álom messzire elkerült, a lábamat viszont alig éreztem már, leültem egy padra. Itt a tér belsejében, a fák között, sűrű volt a sötétség. Hosszú pillanatokig éreztem úgy, hogy kiszakadtam a létezésből,
mint ahogy a páncélját veti le valamilyen bogár. A testi ernyedtségnek és a lelki ürességnek ebben a lassan múló órájában nincs neve a dolgoknak. S a gondolkodás és a teremtés gesztusa, akárha csak egy bohóc hadonászása volna, csupa visszafelé elsülő mozdulat és poén. Arra gondoltam, hogy nincs észszerű magyarázat a létezésemre. Vagy pontosabban észszerű magyarázat van talán, de az mégsem magyarázat, semmire se. A térre boruló fák koronája fölött ott a csillagos ég. A téren itt vannak a fák, itt vannak a padok, itt vagyok én, talán mások, és itt vannak bennem az emlékek, dolgok, amelyek ebben az órában összeolvadnak az éjszaka tégelyében, s amelyeket a hajnal jöttével szétválaszt újra valami akarat, érzelem, szándék vagy terv. Nevet ad nekik, s szerepekkel ruházza fel, észszerű magyarázatot ad létezésükre, amelyek mégsem magyaráznak meg semmit. Én pedig most elindulok a szállásomra, délig kialszom magam, aztán holnap ki tudja, kurvákat hajkurászok, luxus ebédet eszem, vagy hazautazom, hogy egy tudományos intézet falai között észszerű magyarázatokat találjak arra, hogy az észszerű magyarázatok miért különböznek más észszerű magyarázatoktól, ha ugyanarra a dologra vonatkoznak, és végső soron nem magyaráznak meg semmit sem. Büszke voltam rá, hogy habár dologként tudok foglalkozni magammal, azóta se jutottam egy lépéssel sem közelebb magamhoz, és legalább úgy nem értem magam, mint ez a pad, amely kiszívta lábamból a fáradtságot, és igazat adtam a lánynak. Igaza volt. Igaza volt, hogy nem volt kíváncsi a nevemre.